Williams Televízió. Rockzene után népzene. A Labdarózsa népdalkör is részt vett a múlt hét végén Prágában megrendezett Közép-Európa legnagyobb nemzetközi folklor fesztiválján. A népdalkör tagjai exkluzív helyeken léphettek fel. Július 23-ától 26-ig volt Prágában a Folk Fesztivál. Igazából ez egy néptánc fesztivál volt, de egy-két kórus is képviselte a saját országát. 19 ország vett részt ezen a fesztiválon, és 72 csoport. Ebből a 72 csoportból mi voltunk az egyetlen egy magyar kórus igazából, vagy zenekar. Két fellépésünk volt, az egyik pénteken a San Salvator templomban, és a másik pedig szombaton bent az óvárosban a vár előtt. Milyen dalcsokorral készültek? Félórás műsorunk volt, ezt tudtuk, a szervezésben ugye benne volt, hogy félórás programmal kell készülnünk. A templomba természetesen vittünk olyan dallamokat is, amik a templomba valóak, de a Palóc, a Domaházi és a Bihari dalcsokrunkat vittük, és kint a várban pedig ott nem énekeltük el a templomi dallamokat, hanem oda vittünk egy boros csokrot. Az volt az utolsó záró összeállításunk. Kiraktunk mindenki elé egy boros poharat, már hogy a magunk elé egy boros poharat. A lányok jöttek és belöntötték a magyar bort, és a végén felemeltük és kocintottunk az oda összegyűlt turistáknak az egészségére. Ez örömzene volt, leginkább egy népzenei találkozó, folklór találkozó, vagy pedig volt-e díja, volt-e versenyszellem benne? Versenyszellem nem volt, ez egy teljes mértékben találkozó volt ennek a 19 országnak a találkozója, viszont a városházában bejutott minden országnak három képviselője. Ezt tudni kell, hogy a városháza nem látogatható, tehát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy Prága polgármestere adott át minden országnak. Igazából ők úgy hívják, hogy diploma, de egy oklevelet, amin rajta van, hogy Labdarózsa népdalkör Magyarország, és ennek a folkfesztiválnak az emblémája. Ez volt a 9. ilyen prágai folkfesztivál. Hogyan jutott ki a Labdarózsa népdalkör erre a fesztiválra, és miért pont a Labdarózsa népdalkör jutott ki erre a fesztiválra? Igazából meghívást kaptunk rá. Én azt gondolom, hogy nem csak mi kaptunk meghívást, hanem nagyon sok népzenei együttes. Megkérdeztük az ottani idegenvezetőnket, hogy hogyan működött ez a meghívásos rendszer, és azt mondta, hogy az, hogy folk együttes, vagy folklór, vagy népzene, igazából őket ez indította el, és az összes olyan együttesnek kiküldték, akik a saját népzenéjükkel foglalkoznak, tehát ezeket ápolják, és énekelik, és éppen táncolják, vagy zenélik. És mikor megkaptuk ezt a meghívást, akkor utána jártunk ennek a fesztiválnak, hogy mennyire van nekünk esélyünk, ugyanis úgy van hirdetve, hogy néptánc fesztivál, és aztán láttuk, visszanézegettük az előző évek képeit, megtaláltunk egy magyar együttest, tánccsoportot, aki tavaly kint járt ezen a fesztiválon, és természetesen ez teljes mértékben önköltséges. Tehát igazából utána át kellett gondolnunk, hogy van-e erre kapacitása a népdalkörnek, és azt gondolom, hogy ez már így utólag visszatekintve nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és megérte azt, hogy mi ebbe jó sok pénzt ugyan belefektettünk, de mindenképpen a templomban lévő érzés, amit ott Prágában, abban a templomban éreztünk, amikor elénekeltük a magyar dallamokat, és ott a közönség mennyire örült a magyar szónak, vagy éppen a székely viseletünknek. A székely viselet az nagyon-nagyon tetszett a turistáknak, de a várban is, amikor befejeztük a dalcsokrot, és egy vadidegen férfi fölkiáltott, hogy éljen Magyarország, a mi dalcsokrunk befejezése után, tehát igazából minden pénz megért, hogy mi oda kijutottunk, és hát végül is azt gondolom, hogy bárki kijuthat erre a találkozóra, csak nagyon nagy szervezést igényel előtte, hogy ez az út úgy sikerüljön, ahogy nekünk, hál' Istennek sikerült. Feldolgozták már közösen ezeket az élményeket, vagy még jelenleg is tart? Most pihenjük még a fáradalmakat, nagyon fárasztó volt, hozzá kell tenni, mert ez minden az óvárosban zajlott, ahová csak
lábbusszal jutunk be, nagyon-nagyon-nagyon sokat sétáltunk, és igazából ez volt a kimerítő, hogy ahhoz, hogy eljussunk egyik pontról a másikra, viseletben, citerával a hátunkon, váltóruhával sétálnunk kellett, úgyhogy éppen kérdeztem a többieket, hogy hogy vannak, és mondták, hogy most keltek föl, és még pihennek, de rengeteg képet közlünk a saját megosztó oldalunkon, amiket fényképeztek, ugye azt látjuk egymásét, mindenki a sajátját fölrakta, és meg tudjuk nézni, úgyhogy azokból újra élményt gyűjtünk, és aztán meg nem beszéltük ugyan meg, de szerintem muszáj, hogy találkozzunk, mert videófelvétel is készült, lesz egy olyan film, ami igazából egy ilyen kirán, tehát ami a látványosságokat mutatja majd meg, és alá narráljuk, hogy merre jártunk, és készül egy olyan felvétel, ami a népdalkör próbáit, fellépéseit, belső dolgait fölvette, és tehát két filmet szeretnénk az útról készíteni, és ezt mindenképpen meg kell, hogy nézzük, hogy egy ilyen egésznapos program lesz biztos, és újra felelevenítjük az ott átélt érményeket.